Videófelvételt készítek erről a rendkívül ritka, gyönyörű, szép, szinte vadonatúj állapotú Pioneer a 656-os Mark II-es high-end erősítőről. Ezt onnan is lehet tudni, hogy tényleg totál high-end erősítőről van szó, hogy rá is írták már az előlapra is, hogy referencia amplifier. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy az audio történelemben ehhez hasonlítanak hozzá más erősítőket. Hogy ehhez képest azok az erősítők, hogy szólnak, milyen minőségűek. Gyönyörű szép hangzása van, teljesen hibátlan mindene. Lealkítom, mert az ismert zenei anyagtartalom az szerző által jogvédett zenei tartalom is egyébként. Lehet, hogy van itt más olyan zene, ami ennyire nem ismert, nem védett. De ez biztos, hogy ez a Vietnám, ez totál védett zenei tartalom. A készülék még abból egy nagyszerű választás, hogy aki szereti a bakelit lemezjátszót. A bakelit lemezjátszó 100%-osan kiválasztható a funkció, az azt jelenti, hogy van MC subsonic filterrel, van MC, van MM és MM subsonic filterrel, szűrőkkel. A mágneses és a kristály hangszedő lemezjátszó kiválasztását tudjuk vele elérni, és ezáltal természetesen egy tökéletes bakelit hangzást fogunk hallani. Hát, mint tudjuk, a bakelit lemez ismét színre lépett, gyártják, nyomják újból a lemezeket, valamint hát a legélethűbb, legjobb minőséget bakelit lemezen lehet hallani. Legélvezetesebb hangzást az nyújtja. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a remek művet. Láthatod, hogy tényleg valóban teljesen hibátlan működésű. Nagyon nagy teljesítményű. Még ami nagyon pozitívum benne, hogy a hangfal kimenet, a négy hangfal kimenet lekapcsolható, hogyha fejhallgatóval akarjuk hallgatni, illetve leválasztható. Hogyha a négy hangfal kimenetet megosztjuk úgy, hogy kettő hangfalat rakunk konyhába, kettőt szobába, ahol éppen hallgatni akarjuk, ott fogjuk, oda kapcsoljuk. És egy az, hogy áramfogyasztásban is kevesebbet fog fogyasztani, a másik, hogy minek szóljon mind a két szobába, mind a kettő. A hangfal is feleslegesen csak zajong. Nagyon komoly hűtőbordával van ellátva, tényleg karcmentes állapotú. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted róla készült videófelvételemet, és kérlek, tekintsd meg róla készült nagy felbontású képeimet is.